Az évszázados asszály alaposan megviselte az agrárgazdaságok haszonnövényeit is. A kukorica rövidesen megkezdődő betakarítása során azzal kell szembesülniük a gazdáknak, hogy legfontosabb takarmányunk mennyisége és minősége is alaposan elmarad a vártól. Sajnos a kukoricának ez a csapadék már valóban nem segít. Igazából a csőképződés az már régen eldőlt, akkor teljes hőstresszben volt a kukorica, így sok helyen csak egy 50%-nyi csőképződést tapasztalunk, és ennek a kitellettsége is a csapadék függvényében nagyon szerény lett. Tehát itt a környezetünkben néhány gazda, aki már vágott, nagyon szórtak az eredmények, egészen a 0,8 tonnától a 3 tonnáig. Az idei évben rekordszintre ugrott a napraforgott területe hazánkban. A dolog nem meglepő, a terményárak és az inputköltségek tükrében logikus lépés volt a termelők részéről a növény fokozott vetése, ugyanakkor az asszály alaposan megviselte ezt a haszonnövényünket is. Az olajtartalom beépülése is megtörtént, már gyakorlatilag az elmúlt napokban mért víztartalom, az 14-17%-os a napraforgó víztartalma. Ez mögöttünk láthatóan az nehezíti a betakarítást, hogy nagyon heterogén a tábla, tehát egyik fele az még teljesen zöld, zöld a levél, zöld a tányér, a másik oldalán, ahol a vízháztartás nem olyan a talajnak, ott pedig már teljesen érett, teljesen el van száradva a szár is. Annak tükrében is riasztó a helyzet, hogy hazánk az uniós tagországok közül az egyik legnagyobb napraforgó termelő ország, és a gazdaságok zömének kiemelten fontos a termesztése. Az Aranybulla ZRT földjein rövidesen megkezdődhet ugyan a betakarítás, de a minőség bizonyosan megsínyli az elmaradt csapadékot.